van itt egy olyan, az életnek az első fele, az életednek az első fele, amikor az ember megbizonyosodott arról, hogy a sport amúgy is több, mint játék, de hogy lehet egy egész nemzeti létnek az alapja. És tényleg az egy teljesség volt, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok embernek az úgy volt, ahogy a Küldetés című filmben mondtad, hogy nem magadért futottál, hanem mindannyiunkért, akik nem is voltunk olyan helyzetben, végül is saját magunk hibájából is, de egyébként főleg a nyakunkon ülők miatt, hogy nem futhattunk magunkért. Aztán utána jön egy olyan életpálya, a sportpálya futás után, ahol a családi létezés is kiteljesedik, mert azért az nem akármilyen dolog, ez egy ekkora család és ekkora életet továbbadni. És ugye itt vagy 70 évesen, és én azt szeretném megkérdezni tőled, ugye ez a... 40. 40, jó. Ezt, de lehet 7-nek is. 70, azt mondom, hogy 70. Csak egy kicsit meg vagyok fázva. Nem. Tehát 70 évesen, és ugye egyszer azt mondtad, hogy ez most az utolsó kör már, és én azt kérdezném, hogy volt-e az életedben olyan, ami ezután az életpálya után volt-e olyan, amit azt mondod, hogy nem kellett volna? Igen, nagyon sok ilyen van, nem kellett volna, de az a, hogy mondjam, szerencsés helyzetünk a világban, hogy az, hogy visszamenni a múltba, és a váltóállítást megcsinálni, nem erre megyünk, hanem mit tudom én, Nagykanizsa felé, ez nem létezik. Egy lehetőségünk van, a múltban beli hibáinkra azt mondjuk, hogy hiba volt, sajnálom, illetve van ki elé odállni, és azt mondja, hogy nagyon az embernek, hogy hibát követtem el, bűnnek minősítem, bocsáss meg. És aki elé az ember odállhat, az van írva, hogy hű, és igaz, és megbocsát. Tehát azok a gondolatok, hogy mi lett volna akkor, ha nem úgy lett volna, hanem amúgy lett volna, ezek gondolkodási tévutak, önfertőzések. A múlt az olyan, mint a beton, amit kiöntenek, két nap után a simítókanállal semmit nem lehet ott csinálni. Az ott van, egy nagy előny van annak, aki a teremtője felé fordul, hogy azt mondja Jézus, illetve Pál, hogy akik az Isten szeretik, minden javukra válik. De nem abban a pillanatban, amikor az ember azt mondja, hogy hiba volt, hanem hosszú távon valahogy úgy alakul az ember élet, hogy az elvétett hibák megbánt mi voltukban, egy idő után javára fordulnak az embernek. És hát ez adja az embernek a megoldást. Az, hogy mi lett volna, ha nem úgy lett volna, ha amúgy lett volna, ez ilyen. De ha Marinének kereke lenne, akkor ő lenne a talicska. Tehát ebbe nem érdemes belemenni. Az ember csak elkezdi, hogy mondjam, vigasztalni, mardosni magát. Nem. Kösz szépen, le van zárva, kész, előre, eltársak. És mi az, amit úgy, hogy elmondom el egy ilyet, amit bűnnek minősítesz a saját életedbe? Hát... Nem kell, csak... Annyi van, hogy ebben a 3-4 órában nem fér bele. De nem, mondjuk egy sincsen. Rengeteg van, de hát csak úgy lenne értem, hogy mindet elmondanám. Nem érdemes. De vannak kis bűn is bűn, nagy bűn is bűn. Ezeket én már meggyóntam, de... Négy szem közt a teremtőmmel megbeszéltem már. Jó, tehát nem, erről nem... Hát, például volt, hogy nem vett észre senki, és az orromat piszkáltam például. Ilyen is volt. Hát voltak nagyobbak is. Nagyon... Jó, de különben ez azért érdekes mondjuk a számunkra, mert úgy én azt veszem észre, hogy ugye ebbe az egész teljesítménybe az abba lehetett neked hát kiváltságod, vagy ajándékod a Jóistentől, hogy a önuralom az óriási lehet. Tehát ezért kérdeztem meg azt, hogy volt-e olyan, amikor gyenge voltál? Hát természetes volt. Ahogy Nyíregyházán
éltem, ott nőttem fel, 18 éves koromig ott voltam, és az ötrusházás iránti vágy az nagyon nagy volt, és amit lehetett, megtettem, a tanulás rovására is esetleg, de azt mindig mondom, hogy az akarás Isten ajándéka, és nekem a javamra szokták írni azt a nagy akarást. És még egy mondat, hogy el ne felejtsem, hogy visszanézve az életemre, azt a sok hibát, bűnt, amit elkövettem életembe, azt azért megbántam, de azért ott van valahogy az emlékeim között, meg igyekszem róla elfeledkezni, megbocsátottak tekinteni, csak hát ezért olyan érdekes nekem, és furcsa, hogy Tibor szemébe én Assisi Szent Ferenchez viszonyítva, vagy Assisi Szent Ferenc hozzám viszonyítva ilyen egyszerű utonálló. És ez valahogy a gondolkodásomban nagyon nem fér bele, és mindig röstelkedem, összehúzom a nyakamat, vagy behúzom a vállaimat, hogy ez a túlértékelés, ez csodálkozok rajta, de hát mit csináljak? Hát nem lehet. Most telefonált közelmúltban egy hölgy, a Verespálné gimnáziumnak egy osztályfőnöke, és valaki mondta neki, hogy kérdezik, hogy kit lehetne meghívni az osztályhoz előadónak, és az illető azt mondta, hogy senki más, csak Balcó András, és ki a túró lehetett ez? Megvan, Varga Tibor. Vagy be őszintén, Verespálné gimnázium osztályfőnök nője. Hát most így nem tudom, mert én mindenhol azt mondom, hogy csak a Balcó tud, hogy most azt mondom, hogy... Lebukott. De ez tényleg így van, hogy azt szoktam mondom. Igen? Csak az, hogy ennyire túl, hogy mondjam, dimenziának, vagy disérnek valaki, akkor nagyon nagy elvárás van rajtam, amikor elmegyek valahová beszélni, mert be vagyok zengve, hogy itt olyat fogtok hallani, a vakolat fog hullani, és a lelkek, és izélni fogtok, hogy levitálni fogtok a beszédtől, és hát mindig egy furcsa helyzet, és ezért van, kényszerülök nem készülni. Csak arra, hogy a Szentlélek ott, abba az órában megadja. Ez az egy reményem van, más nincsen, ha készülök papírral, akkor jó az is esetleg lehet. De hát mindig érzem, hogy valahogy friss árut kell szolgáltatni az embereknek, vagy legalábbis friss áruval fűszerezni a mondandómat azzal együtt, hogy én mindenhol evangelizálok, ez a célom. A Jézus mondta, nálam nélkül semmi se cselekedhettek, itt van a helyzetünk, a kettő között összefüggés van, a megoldás is benne van ebbe a diagnózisba, és azt, de mindig máshová megyek, és ott mindig úgy van, mindenkinek új vagyok, de azzal együtt van egy mondandóm, amit minden körülmények között elmondok. És amikor fűszereződik olyannal, amit még soha nem mondtam el, azt érzem, számomra valami haszonfoknak. És veszem észre, hogy vannak olyan mondatokat, amit elmondtam ezerszer különböző közösségnél. És szorul a torkom. És amikor szorul a torkom, úgy beszélek, akkor tudom, hogy az megérkezik az emberekhez. Van egy másik variáció, hogy borzongás fut rajtam keresztül. És azt is tudom, hogy akkor megérkezik. Akkor csatorna vagyok, vagy közvetítő, vagy tükör. Ilyen élmények. Tegnap előtt, pénteken, Fehér gyarmaton voltam, világ vége, Budakeszitől 330 kilométer, és mindig azon, ha figyelem az embereket, ha nagyon kezdnek így mozgolódni, vakaróznak, akkor váltani kell, vagy abba hagyni. Ez kialakult. Rutinizódtam is. Az emberek nem tudják, hogy beszéd közben nézem az arcokat, és nem tudják, hogy az arcukra kiül
az egyetértés és az egyetnemértés. Van az egyik szélsőséges, hogy rossz szélsőség, egyetértés, állandóan beszélik, és állandóan jár a fej, azt sem tudom, hogy mit fogom mondani a következő mondatban, mint a Warburgban, hát tudja, az a kutya. Akkor mindig másfelé próbálok nézni. És van a másik, hogy így néz. Ő nem tudja, hogy így néz. Sokszor előfordul. És aztán az a nagy öröm nekem, amikor megváltozik az arca egy órás beszéd, vagy kérdez felek után. Előfordult sokszor, oda mentem, hát, és mondtam, hogy hát, tudom, hogy hát nagyon nagy fenntartással volt, és örülök, hogy ez az előadáson végére megváltozott. Mi az? Honnan tudja? De ez nem úgymond a lélek ajándék, ez mindenki így, ugyanígy lenne. A rossz hallás kiül az arcra. Jó.